Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a mai videónkban, ami egy kicsit másabb lesz, mint az eddigiek voltak, hiszen a terepről egy kicsikét beljebb jöttünk, és az irodám falai belül fogjuk megbeszélni a világ változásait és nagy dolgait, hiszen azt mindannyian érezzük, hogy nem csak egy élelmiszer válságban vagyunk, nem csak egy energia válságban vagyunk, hanem bizonyos értelemben egy nagyon súlyos kulturális és a normalitást ért válságban is. Éppen ezért egy páran, akik nem csukott szemmel éljük ezt a világot, arra a következtetésre jutottunk, hogy a világ egy fordulópont előtt van, és hát rajtunk múlik, hogy ez a fordulópont, ez mit fog megengedni nekünk a jövőben, egy negatív folyamat fog még inkább begyűrűzni a hétköznapokba és a mindennapjainkba, vagy sikerül ezen változtatni, és pozitív, emelkedő ágra tudjuk esetleg változtatni a mostani folyamatokat. Ez rajtunk múlik, és én úgy gondolom, hogy ezt ne csak én mondjam el önöknek, ezért a beszélgető partnereimet is beszeretném mutatni. Ők mindannyian el fogják mondani, hogy az élet melyik területéről érkeztek, kinek mi az erőssége, és ki mit tesz hozzá egyénileg is ahhoz, hogy a világot egy jobb irányba próbáljuk megterelni, és egy jobb irányba tudjunk változtatni rajta, illetve hát arról is beszélni fogunk, hogy a közösségnek egészen pontosan milyen szerepe lesz az elkövetkezendő időkben. Én a Legyen B-terved az önellátás Facebook csoportommal kezdtem el igazából a témával foglalkozni. Az elmúlt pár évben ez fölgyarapodott 120 ezer főre, és évek óta már a közösségépítéssel foglalkozom, tehát nagyjából mondjuk az van egy pici rálátásom arra, hogy az egész önellátás és a közösségeknek a fontossága ez hogyan tudna működni, vagy egy megoldást adni. Nagyon sok mindent mondhatnék még magamról, de azt hiszem a téma kapcsán talán ez az a dolog, ami engem ide köt, és elég sok embert, ugye mivel összefog ez a történet, vagy összefognak ugye a csoportosulásaimban, ezért úgy gondolom, hogy ez a legdominánsabb dolog, amit én ezt hozzá tudok rakni. Agrármérnökként végeztem Vásárhelyen és Kaposváron, és mindig érdekelt a gazdálkodás. Olyan családban nőttem fel, ahol főleg engem nagyszüleim neveltek inkább, és nagyszüleimtől tanultam a földnek, a hazának a szeretetét, és azon belül is azt, hogy az önellátást milyen fontos. Mi inkább magunkra számíthattunk mindig. Nagyobb még például 12-en voltak testvérek, és azt kell tudni, hogy mi azért abban nőttünk fel, hogyha disznót vágtunk, akár több tányér paprikás, hideg paprikás felénk, még azt esszük rajta, hurka, kolbász, vagy egy kis sütnivaló hús, szét lett osztva mondjuk egy disznóvágáskor a pusztának a nagy része, és később fogtam én ezt fel észre, hogy ez hogy történt, mert akkor nem volt még akár még kisgyerekkoromban a hűtőszekrény se igazán. És üdöttük le a húst a bödönbe, az egy része, de a 10-12 testvér, meg akkor kevesebben voltak már akkor is, ott szépen a másik is vágta egy pár hét múlva, ugyanúgy visszaadták és szétosztogatták a családba. És így szinte eltelt az egész tél úgy, hogy mindig volt friss hús az asztalon. Mi igazán húsos evettünk, mi mindig tenyésztettük az állatokat és vágtuk a jószágot, főleg háztájéba, de nagyszerűen is főleg munka mellett is, de mindig volt valami. Ebben nőttem fel, nem tudtuk akkor még, hogy ez mi az önellátás vagy B-terv, hanem úgy éltünk, hogy ez természetes volt, hogy ellássuk magunkat, és ellássuk azt a közösséget, azt a nagy családot, amikben én is felnőttem. Háromgyerekes családapoként nagyon fontos az, hogy olyan területet, olyan jövőt hagyjunk a gyermekeinknek, ami tényleg fenntartható, és sokáig tudják majd élvezni a hasznát. Majd még ki fogok arra térni, hogy Norbival kettőnkben mi a közös, hiszen mi egy legősibb módját is választjuk az élelemszerzésnek, hiszen mi mind a ketten vadász emberek is vagyunk, erre is ki fogunk majd térni a későbbiekben. Én 16 éve vagyok önkormányzati képviselő, ugye Lengyel-Tótiban. Ezen kívül én szintén tagja vagyok a mezőgazdasági kabinetnek. Vállalkozóként dolgozom jelenleg, bioboltot üzemeltetünk a településen. Szívügyem az önellátás, tehát arra jöttem rá, hogy ez a jövő, ez fogja nekünk biztosítani azokat az életfeltételeket, amelyek majd a rendszer visszaszorulásával, összeborulásával gyakorlatilag megszűnnek. Emiatt otthon ugye mi is elkezdtünk, kicsiben ugyan, de ezzel egy új, nagyjából gondolásmentes komposzt technológiával,
ha lehet így mondani, otthon zöldségeket termelni a meglévő hagyományos módszerek mellett. Én azt látom, hogy ez a jövő. Ebből az irányba haladunk. Tudja, aki esetleg engem nem ismerne, talán azt a legfontosabb elmondani, hogy az mellett, hogy gyakorló gazdálkodó, és mint előbb említettem, vadászember is vagyok, ez mellett a sok munkának köszönhetően, és rengeteg hazafiának köszönhetően, akik bennünk látják az utolsó mencsárat, ami az Ám mozgalomba, az ő hovatartozásuknak és munkájuknak köszönhetően én a országgyűlési jegyzője is vagyok, és hát mi megpróbáljuk a politikánkkal valahogy jobbá tenni ezt a világot. Mi ezeket a dolgokat, amit az eddigi politikai élet leginkább lenézett, vagy megpróbált elnyomni, ellehetetleníteni, mi pont ezeket szeretnénk felkarolni, és pont azt szeretnénk bemutatni az embereknek, hogy igenis a saját sorsunknak az urai vagyunk, nem kell függnünk egyetlen egy rendszertől sem, nem kell függnünk a Tesco polcaitól sem, hiszen egészen egyszerűen mi egy kis tejjel mézzel folyó Kánaánba élünk itt a Kárpát-medencén belül, mindenünk megvan, ami szükséges, és hát arra szeretnénk rávilágítani, hogyha be fog következni az a világ, amit mi nem vizionálunk, hanem előre látunk, hiszen a folyamatok azok ezt láttatják, akkor hogyan kell túlvészelni, hogyan kell túlélni, hiszen mindenki gondoljon bele, hogy láthatjuk, hogy üzemanyag ellátási problémákkal küzdünk. Ha elfogy az üzemanyag, hogyha nem lehet majd tankolni, akkor ez mibe fog kerülni nekünk egyszerű embereknek, hiszen megszűnik a logisztika, megszűnik az A-ból B-be való eljutás, megszűnik a nagy mezőgazdasági termelés, és ha még ezt lehet egy kicsikét utána még drasztikusabban, rosszabbra fordítani, mi van akkor, hogyha mondjuk megszűnik az elektromos áramtermelés, mi van akkor, hogyha egy újabb találat éri majd a földgázvezetéket, vagy a barátság kőolajvezetéket. Most mi arra próbunk rávilágítani, hogy ez a kiszolgáltatotti sor, ez biztos, hogy nem fog az eredmény felé vezetni és a megoldás felé vezetni. Éppen ezért mi teljesen más alternatív megoldásokban hiszünk, és ezekbe gondolkodunk. És ez nem új a nap alatt, hiszen az elődeink, az őseink, ők mindannyian önellátók, önfenntartók voltak. Ők még rendelkeztek azzal a tudással, ami ahhoz szükségeltetett, hogy túléljenek. És bármilyen nehéz, akár vérzivataros, akár válságos időszak jött, ők tudták, hogy a saját családjukat, esetleg a rájuk bízott közösséget vezetőként hogyan vezessék ki ezekből a nehéz időkből. És hát ugye itt találkozik a B-terv és a politika, hiszen nekünk most ugyan ez a feladatunk. Szóval én úgy gondolom, hogy egy olyan korszak véghez értünk, amikor, hogyha bárki tiszta gondolatokkal végignézi akár a gazdaságot vagy a politikát, akkor láthatjuk, hogy ez így nem megy tovább. Én ezt évekkel ezelőtt már vizionáltam előre és készültem. Építettem a közösségeket ezen a területen, és úgy gondolom, hogy itt most már nem nagyon van időnk, és nem egy elbukott rendszernek a dolgait kell regenerálnunk, hanem mint egy Noé bárkája kell építenünk egy alternatív társadalmi rendszert, ami abszolút az önellátásra épül. Tehát egy teljes paradigmaváltásról beszélünk, ami azt jelenti, hogy hogyan tudunk falvanként olyan közösségeket létrehozni, akik egymástól vásárolják az élelmiszert, akár hogyan tudnak összeállni arra, hogy megvédjék a dolgaikat, egészen odáig, hogy akkor ne a patikából vásároljuk, hanem itt vannak a gyógynövények és azok a személyek, akik ezeket ismerik. Hogyan tudunk akár egy vész esetén ugye kimenni az erdőbe, és honnan tudjuk azt, hogy mi az, amit meg lehet tenni, mi az, amit nem. Vagy akár az oktatás területén, hogyha mondjuk azt gondoljuk, hogy ez az oktatási rendszer nem működik, oké, akkor mi az alternatív oktatási rendszer? Szóval egy komplett alternatív társadalmat szeretnék létrehozni, hogy legyen egy B-tervünk arra, hogyha ez a dolog elsüllyed, akkor legyen egy másik hajó. Tehát itt most ülünk egy hajóba, és próbáljuk bedugdosni azokat a réseket, ami az elsüllyedő hajón van, de már nyakig ér a víz. És ez nem fog működni. Tehát egy teljesen szemléletváltó rendszerben, egy alternatív rendszerben kell egy B-tervet csinálni. Ha ez süllyed, akkor merre megyünk? Milyen érdekes, hogy minket gondolnak őrültnek, holott a lukakat, a süllyedő hajón pont ők tömegetik. És hát ugye előbb említettük itt az üzemanyagot, vagy az elektromos áramot, de hát csak a pénzrendszert nézzük meg. Tehát a pénz maga nem ehető, a GDP maga nem ehető, tehát olyan dolgokkal próbáljuk helyettesíteni a valóban fontos dolgokat, amik minket nem fognak életbe tartani. Tehát amit te is mondasz, hogy ezt a tudást kell visszaszereznünk, és hát ugye Norbi is említette, hogy ő hogy nevelkedett fel, hogy annak mi volt az előnye, hogy a közösségnek miben rejlett az ereje,
És hát én azt gondolom, hogy te is így neveled a három gyerekedet, Norbi, én is így próbálom a saját négy gyerekemet, hiszen én mindig azt szoktam nekik mondani, a magyar nép az attól volt mindig nagyon erős, mert mindig a legrosszabbra készült. És bármilyen nehéz idők jöttek, a magyar nép ezt rutinosan átvészelte, de azért, mert mindig a legrosszabbra készült. Ez a társadalom, ez a modernkori társadalom pedig mindig a legjobbra van felkészítve, ők mindig az ideálisat várták, és az ideálisat szeretnénk kapni, de el fog jönni az az idő, amikor az ideálistól, az ő kis komfortzónájuktól egy nagyon-nagyon távoli valóság fog bekövetkezni, és az sok embernek fájni fog. Hát így van. Én is úgy voltam vele sokszor a gyerekeimnek, hogy nem mi vagyunk annyira másodlagos, az idő minket igazolt, de nagyon sok olyan dologban, amit mindig mondtam a feleségemnek is, hogy ebben nőttem fel. Mi havonta egyszer elmentünk nagybevásárolni, és abban egy hónapig kihúztuk. Szóval nem nagyon jártunk boltba. Kis boltokba esetleg kisebb dolgokat vettünk, néha a kenyeret is megsütöttük magunknak, de azt, esetleg azt megvettük akár minden nap, de azon kívül nem nagyon jártunk boltokba. Próbáltam magunknak azért a kis háztáiba, hobbikertben megtermelni minden zöldséget, megmondom, a jószágokat ott a nevelgettük, tartottuk, és próbáltuk inkább, ha lehetett, akkor cserélni. És nagyon jól igazolta azt bennünket, hogy a feleségem mondta is, amikor 20-ban itt beindult hirtelen, hogy a Covid miatt megijedtek sokan és elkezdtek felvásárolni, akkor mondta a feleségem, hogy szinte, mintha élvezném is, mert hogy most azt csinálja mindenki, amit mi mindig is csináltuk, hogy volt tartalékunk. Ez nem kellett, első főpróba. Nem kellett rögtön rohannunk a boltba, mert mindig volt ott 20 kg cukor, hogy a fogyott valaminek mindig pótoltuk hozzá, és magam is, hogy 2008-ban léptem be utoljára például a Tesco-ba. Azóta nem voltam ilyen multiba. Megmondom a gyereketnek, akkor még, de az asszonynak, hogy én nem megyek be, mert mondjuk mesélhetik akkor a gazdákat, volt 2008-ban valami felhívás, jó, aki tartom magam, azóta sem voltam bent. Tehát itt tudatosan az önellátás, önfenntartás felé igen, mozdultatok el, és ez a Covid idiotizmus, ami itt volt, ez titeket igazolt most gyakorlatilag. Megerősített, hogy jó úton járunk, és akkor azt is mondta, hogy hoppá, tényleg igazam volt sok mindenben. Csak kinevezett mosolyogott rajta, hogy én ilyen vagyok, meg ilyen fanatikusan állok ezekhez a dolgokhoz. Nem tudtam ezt azt megfogalmazni, hogy ez hogy van, nem prepperként, vagy nem bushcraftként, de ha kimentünk az erdőben, mindig néztük a gombákat, vagy akkor vadászattal is elkezdtem foglalkozni. Magunknak, amit az a legszebb, legjobb dolog, amit az ember magának akár elejtve megtermel, és azt, ha asztalra rakjuk, az másabb az íze, és találkozok vadászat során tényleg olyan emberekkel, akiknek tényleg nem számít a pénz, mert milliárdos, és a legnagyobb élvezetet tudja azt mondani, hogy ezt ő lőtte, ezt a kolbászt ő maga csinálta, és az sokkal nagyobb értéket képvisel, mint az, hogyha bemegy a boltba és a legdrágább szalámit, vagy a legdrágább valamit tudja venni, mert sok mindent nem lehet pénzért megvenni. Ti már ilyen halni nem fogtok, akkor hála jó Istennek is. Sok tucat embert tudnak látni, csak az, ami most otthon van. A világ az változik. Az adott korok, a rendszerek, a trendek, ezek mindig váltogatják egymást. Én azt szoktam mondani, hogy van, ami nem változik. Ugye nekünk politikailag is az Isten, haza, család jelszó hármas, ez nem idegen, hiszen a nemzeti oldalon ez mindig előkerül, minket nemzeti gondolkodású embereket ez szokott vezérelni, és hát én azt gondolom, hogy úgy, ahogy ez a jelszó hármas, hogy az is megállja a helyét, hogy az élethez a legfontosabb dolgokat, azokat nekünk kell megteremteni, nekünk kell gyakorlatilag a családunk számára biztosítani, hiszen a rendszer nem fogja. Látjuk, hogy az előző rendszerben, amikor az volt a trend, hogy az embereket elszakították az anyaföldtől, akkor mindenkit beton dzsungelekbe, panellakásokba kényszerítettek, elvették tőlük a tudást, elvették a föld szeretetét, és az azzal való együttélésnek a pozitívumait és előnyeit, és egész egyszerűen urbanizálták a társadalmat, aminek most látjuk igazán a kétségbejtő és problémás jeleit, de még messze nincs vége, hiszen amiről mi beszélünk, amit mindig azt szokták rám mondani, hogy összeesküvés elméletek, annak még csak az elején járunk, viszont ahogy az idő egyre halad, és egyre mélyebben megyünk bele ezekbe a dolgokba, úgy egyre szembetűnőbb, hogy ezek nem összeesküvés elméletek, hanem összefüggés elméletek, és aki nem tud olvasni a sorok között, az itt halálra lesz ítélve, és lehet, hogy nem csak képletesen sajnos, hanem a természet törvényei azok nagyon kemények tudnak lenni, hanem a valóságban is. Éppen ezért én azt gondolom, hogy az az irány, amit mi képviselünk, az jó, és hogyha véletlenül nem következik be az, amiről mi beszélünk, akkor sem történt semmi. Hiszen mi a legrosszabbra készültünk,
de nem várt minket meglepetésként, hogy ez a legrosszabb, ez bekövetkezik. Viszont a legideálisabbra készült, és a legrosszabb bekövetkezik, ők nagyon rosszul fognak járni. De hogy látod ezt, Tomi? Én ezt úgy látok a Balaton partján. És eszembe jutott ezzel kapcsolatban valami, amire rá tudok itt csatlakozni. Az pedig az, hogy sokan azt gondolják, hogy a mostani események azok valamilyen látszólagos okokozati összefüggésben vannak a háborúval, a csúnya Brüsszellel, stb. Stb. És azt nem értik meg, hogy gyakorlatilag ez egy program. Egy előre kitervelt program, egy olyan helyzetbe hozták a társadalmat, elsősorban Európát, amivel ugye, profitot akarnak maximalizálni. Valami furcsa oknál fog a MOL-nak például rekordnyeressége van, sose volt ennyi. Ellátási problémák vannak, valahogy most mindig rosszak a finomítók, mindig probléma az ellátása, mindig van mire fogni, hogy emeljük az árakat. Ez egy profit maximalizálásról szól, ez egy program, amit végig akarnak vinni, ennek megvannak a különböző céljai és okai, ebben nem mennék bele, ezt nagyon fontos rögzíteni. Tehát azt várni, hogy majd hétfőtől azt mondja Putyin, hogy akkor most vége, és akkor kettő minden régi kerékvágásban ez nem fog menni. Nem azért csinálták. Tehát nekünk fel kell készülni arra, hogy mi van akkor, ha még rosszabb lesz a helyzet, és mit fogunk akkor tenni, mit fogunk akkor lépni, és ez elsősorban a legnyomasztóbb és a legsürgetőbb aztán a városi embereknek. Köszönjük szépen, mi vidéken helyek közel megleszünk. Tehát amikor itt nagyon nagy lesz a baj, mi még megleszünk. Nekik kellene elgondolkodni azon, hogy milyen lépéseket tudnak tenni, milyen irányba tudnak lépni, hogyan tudnak ebből a rendszerből kilépni. Tehát akár képzések formájában, vagy közösségbe próbáljuk őket abszolút, abszolút felvenni a kapcsolat, olyan, és erről majd Zoli fog beszélni, olyan önállátó közösségekkel, olyan termelői csoportokkal, akik majd tudják biztosítani neki adott esetben. El kell azon gondolkodni, hogy ő mit tud adni cserébe majd ezért az adott közösségnek. Tehát kell keresni a kapcsolatokat, mert nagyon sürgető lesz. Ebben mind igazatok van, és Zoli, ez majd a te szakterületed lesz. Mi azt mondjuk, hogy mi szeretnénk egy ilyen cserkész szövetséget létrehozni, ami azánk égisze alatt, hiszen rendkívül fontos, hogy a jövő generációját már felkészítsük ezekre a problémákra, már egész kiskortól, gyerekkortól megtanítsuk a gyerekekkel azt, hogy mi az, ami feltétlen fontos az élethez és az életben maradáshoz. Itt jön be egyébként az oktatás szerepe, tehát az az oktatási rendszer, ami jelenleg érvényben van, az pont nem az életre neveli a gyerekeket, fölösleges tartalmakkal tömik a fejüket, még azokat az információkat még hírből sem ismerik, ami mondjuk életben tudna őket tartani, de hát most már az átlag zöldségeket mondjuk nem ismerik fel a gyerekek, nem tudják megkülönböztetni az állatfajokat egymástól. Tehát nagyon-nagyon rossz irányba megyünk. Nektek van erre esetleg valamilyen B-tervetek? Ti hogy látjátok ezt a dolgozói? Én úgy gondolom, hogy ez egy rémegyszerű történet, mert a gyerekeket nem kell oktatni, csak egy normális példát kell mutatni. Nem kell oktatási rendszer, mert hogyha te csinálod azt, a felnőttek tudatosan csinálják azt, hogy mi a jövő, hogy mi a jó példa, akkor a gyerek az csak lemásolja. Igen, csak a felnőttek sem lettek megtanítva, ugye már több generáció kiesett, tehát az oktatásnak azért lenne szerepe, hogy ezt a kiesést, ezt próbálja helyreállítani. Én arra reflektáltam, hogy mondtad, hogy gyerekeket meg, hogy ez fontos dolog, hogy a gyerekeket meg kell oktatni kell. Nem, a felnőtteket kell oktatni, hogy egy olyan példát tudjanak mutatni a gyerekeknek, amit ők automatikusan másolnak. A gyerekek így szívják magukba, mint a szivacsi. Lát egy jó példát, azonnal leveszi és fogja csinálni. Csinálj egy rossz példát, nem tudod kimosni felnőtt korában sem azt a pár évet, ami ez a gyermekkorától ugye 10 éves koráig. Szóval szerintem itt a felnőtteket kell oktatni, és itt pont arról szól, ugye ezek a programok, amiket mi is csináltunk, ugye csináltuk velemben ezt a, ahova ti is eljöttetek, ezt a önellátók nagy gyűlését, ez pont arról szólt, hogy rengetegen, akik elindulnak ebbe az irányba, az ország minden területén, kicsi közösségek, sok ezren vagyunk, több százezren vagyunk szerintem, akik ebbe az irányba mozdulnának, és mindenki önmaga vesztegel. Tehát nem jövünk össze és azt mondjuk, hogy találkozunk, kooperáljunk, jöjjünk össze akár egy felületen, most már ugye az én csoportom is erről szólt a Facebookon, de az egy Facebook csoport funkciójában nem felel meg annak, hogy mi alcsoportokban kapcsolódni tudjunk, piacteret hozzunk létre, barterpénzzel, hogyan, amit termelünk, hogyan cseréljük, stb. Stb. Erre csináltam ezt az egész B-terves oldalt, hogy az funkciójában megfelel annak a dolognak, hogy egy komplett kapcsolódási rendszer tudjunk csinálni. És én tudjak arról, hogy neked mézed van, te mennyiért adod, és el tudok menni, én meg tudok vele cserélni barter értékben, mert nekem meg tönkölyi búzám van. Tehát akkor ti ezt az egész általatok elképzelt programot, ezt ti egy virtuális online felületen is megvalósítottátok,
igen, ami igen. Hol tart most? Igen, tehát mi most egy hónapja, több mint egy hónapja elindítottuk azt a felületet, amit én el tudtam képzelni, ugye ez a bterv.net oldal ez elindult, és most már lassan olyan 5000-en regisztráltak rá egy hónap alatt, ami azt jelenti, hogy a Facebookból, akiknek úgymond ezekből a cenzúrából, amiről te is beszéltél, elegük lett, azok szépen költöznek át, és ezek nagyon minőségi emberek, akik céllal vannak ott, és keresik egymás társaságát, tehát önszerveződően alakulnak, hogy Somogyi önellátók, Bácskiskun ellátók, piac tér van, igen, teszik fel azokat a dolgokat, hogy ki mit termel, hol, és ugye lesz majd egy olyan applikációt tervezünk, amiben tudjuk majd követni azt, hogy melyek az autóm, és tudom nézni, hogy a környékben kiárul otthon dolgokat. Tehát egy nagyon lényegi különbség, hogy még a Facebook Marketplace mondjuk az értelmetlen, fölösleges dolgok megvásárlására akar sarkalni téged, addig ti pont kapcsolódási pontokon keresztül a lényegi dolgokhoz szeretnétek hozzájutatni az embereket, ahhoz, hogy mondjuk egészséges első osztályú élelmiszerhez jussanak. Meg is nézzük egyébként ezt az oldalt. Tehát itt az oldalon már most vannak olyan igények, hogy itt lakom, hol tudnék venni ezt, hol tudnék venni azt. Tehát keresik a kapcsolódásokat az emberek, hogy hogyan tud minőségi árut magyaroktól venni. Tehát olyan emberek jönnek fel, akik azt mondják, hogy nem akarom támogatni a Tesco-t, a Lidl-t, bármit is. Itt említetted ezt a velem előadást és beszélgetést próbáltam, és ilyen interaktív volt a közönséggel, kicsit viccelődve. Tehát nem is csoda, hiszen amikor az is meg lett említve, hogy én politikus vagyok, akkor ugye a széksoroknak, a padsoroknak a fele az kiürült, hiszen a politikus szó az annyira lejáratódott az elmúlt több mint 3 évtizedben, hogy senki nem kíváncsi igazság szerint a legtöbb politikusra. Viszont amikor látták, hogy én közülük való vagyok, és hogy én tényleg azért próbálok meg például a politikával foglalkozni, hogy ott megjelenítsem az egyszerű átlagembernek a gondolatvilágát is, akkor ez szimpatikussá vált nekik. És én azt gondolom, hogy ez csak egy szinergiában, egy szimbiózisban tud működni. Most a politika és az átlag embernek a gondolati síkja az két különböző irányba ment el, és nem találkozik. Holott ez pontosan, hogy összép kéne húzni, és egybe kéne fésülni, mert azért van ekkora szakadék a politikusok által képviselt témák és az átlag embert érintő problémák között. Ti, Tomi, ezt hogy látjátok? Tehát te mondjuk önkormányzati képviselőként próbálod ezt a fajta gondolkodásmódot megjeleníteni a ti kisvárosotokban? Hát igen, felénk ugye ebből a nézőpontból az a helyzet, pont most volt testületülésünk, hogy gyakorlatilag odáig eljutottak az önkormányzatok, mert ezt bátran mutatom, az országos jelenség, hogy például egy közintézmény, aminek eddig az éves fűtési díja 600 000 forint volt, most ugyanez az érték 16 millió forint. 600 000 forint. Most nem mondok, nem akarok nagyon belemenni, egy havi gázszámla, ameddig 140 volt, 4 200 000 forintos ajánlatok vannak. Te, mint volt településvezető, pontosan tudod, kitermelhetetlen. Kapcsoljuk le a villanyokat, észszerűsítünk is, látjuk, hogy nem lesz ennek vége. Tehát minden oldalról jönnek a problémák, minden oldalról szorítják a prést, és kell, hogy legyenek erre megoldásaink, és egyre sürgetőbb lesz az embereknek az, hogy találjanak erre megoldást. Kimondtad a kulcs szót, Tomi, hiszen valóban nem az volt a kulcs szó, hogy én is voltam településvezető, mert valóban 7 évig vezettem egy kis települést, egy kis falut, de a kifizethetetlen volt a kulcs szó. Én ugyanezt szoktam mondani. Tehát afelé megy a világ, hogy nem ott tartunk, hogy húzzuk meg egy kicsit a nadrágszíjunkat, és próbáljunk egy kicsikét spórolni valamin, és meg ki tudjuk fizetni, hanem afelé megyünk, hogy egész egyszerűen tarthatatlan kezd lenni az a rendszer, amiben élünk. Kivégzés. Én gyakorlatilag, amikor polgármester lettem 2015-ben, én már akkor is azt mondtam, hogy az önellátás, önfenntartás kell, hogy legyen az irányunk, és sokan nem értették a polgármesteri programomba, de én mindig megpróbáltam a településünket ebbe az irányba elmozdítani, és én például pár évvel ezelőtt a gázt ki is köttettem a polgármesteri hivatalnak, még a portájáról a telkéről is, mert egyszerűen nem bíztam egy olyan energia forrásba, amit 1000 kilométerekkel odébb el lehet zárni egy csappal. Akkor még nem tudtuk, és még nem is volt egy energiaválságos időszak, de én már akkor nem bíztam benne, és az idő megint engem igazolt, hiszen látjuk, hogy a gáz mizéria az egyre jobban tarthatatlanná kezd válni, és hát természetesen megpróbáltuk
áthidalni ezt a problémát, és mi visszatértünk a vegyes tüzelésű kazánunkkal az intézményünkbe és a polgármesteri hivatalba is a fatüzelésre, mert az kézzel fogható. Az megnő a falu határában, mi azt kitermeljük a helyben lakókkal, és elfűtjük a helyi intézményünkbe, ahova a helyben élő szülők gyerekei járnak. Igen. Tehát, hogy ez egy követhető példa, ez 100 éve is így volt, ez most is így van. Most inkább, egyre inkább azt kezd követhetetlenné válni, hogy honnan szerezzük be a nyersanyagot, hogy honnan szerezzük be az élelmiszert, hogy honnan szerezzük be az energiahordozókat, mert hogy a világ bizonytalanná vált, de nem mi tesszük azzá. Tehát valakik, egy tőkés réteg, egy vadkapitalista réteg azzal szórakozik most, hogy a mi életünket kiszámíthatatlanná tegye, holott, ugyanúgy, ahogy 100 évvel előtte, vagy 1000 évvel előtte, most is ugyanolyan kiszámítható lenne. Mi éppen ezért fogalmaztuk meg a Mi Hazánk Víradat nevű programjába is, a mezőgazdasági részbe, hogy a szövetkezeti irányt kéne alapul venni, afelé kéne elmozdulni, hiszen pont a minap voltam egy tokai kihelyezett mezőgazdasági bizottsági ülésen, és eszméletlen jó példákat láttam arra, hogy a közösségek hogyan szervezik meg magukat, és hogyan próbálnak meg közösen egy minőségibb, egy kiszámíthatóbb, egy sokkal jobb munkát és jövőt felépíteni, és azt gondolom, hogy mindenhol ez kéne, hogy legyen az irány, hiszen a szövetkezetben ott egymást erősítve tudnánk a közös céljainkat elérni, még egyénenként látjuk, hogy mindannyiunknak meggyűlik a baja ezzel az elkövetkezendő világgal egyre jobban. Ti mit gondoltok egyébként, hogy az embereknek mikor fog leesni végre a tantusz, szokták mondani, mikor fognak ráébredni azok, akik most habzószájjal próbálják tagadni azt, amiről mi beszélünk, akik megpróbálják hitelteleníteni azt, amit mi itt elmondunk, ők mikor fognak arra rájönni, hogy egy mesterkélt, kreált világban élnek, ami az összeomlás szélén van. Akkor fognak rájönni, amikor már fájni fog az összeomlás, vagy esetleg meg tudjuk mi hasonlóan gondolkodó emberek győzni őket arról, hogy egy vakvágányra tévedtek, és onnan minél előbb vissza kell találni a helyes útra, mert ha nem, akkor a felébredés annál fájdalmasabb lesz. Tehát az a baj, hogy egy mély álomban alszik a társadalom, mert ugye ez egy tudatos lebutítás eredménye. Én oltatják mesterséges kómában a politikusok és a rendszerek. Amikor már idáig van a víz, ők nekik ez van szajkózva mindenhonnan, mert ők ebből profitálnak, hogy ez sosem fog, neked mindig lesz interneten, mindig lesz áramon, stb. Tehát az emberek nagy része sajnos felébreszthetetlen. Itt nekünk most azokkal kell foglalkozni, hogy akik már fölébredtek és látják ezt a bukást, azokkal hogyan tudunk nagyon gyorsan szerveződni és tutajokat csinálni, egyfajta Noé bárkáját. Tehát mindig, amikor beszélünk problémákról, én azt látom, hogy beszélgetünk egy süllyedő rendszernek a rendszerén belül próbálunk problémát. Nem, ki kell szállni az egészből, és egy új dolgot építeni, és nekem ezért volt, ugye nagyon sok mindenről beszéltünk, hogy mezőgazdaság, stb. Ezek nagyon fontos dolgok, de legelső az a kapcsolódás. Tehát ha nem tudjuk, hogy te mit termeltél, meg ki hol van, és kikhez lett, én ezzel találkozok, már a Facebook csoportomon belül találkozok, és jönnék, adnám el a házamat, hova tudok becsatlakozni, hol vannak közössége, minden nap kapok 30 levelet. És erre csináltam az oldalt, gyere fel az oldalon minőségi emberek, akik lépni akarnak, régiók szerint, termelés szerint, mit keresel, hogyan induljon el valami szerveződés. Tehát a kommunikáció az első lépés. Utána jön minden más. Mert hogyha nincsenek közösségek, ugye mondtad ezt a szövetkezet, ahhoz kell egy közösség, hogy egy normális szövetkezetet lehet létrehozni. De hogyha én lakok valahol, XY Lengyel Tóti, milyen közösség van ott? Hát Lengyel Tótiban mi vagyunk ketten, akik így gondolkozunk, mindenki más. És akkor utána kell nézni, oké, Kisberényben van egy nagyon jó közösség, akkor én eladom a házam és oda költözök, mert. Tehát a kapcsolódások, tehát ez az első lépés, minden részlet azon túl, és ezt nagyon gyorsan kell csinálni. Szóval most ott tartunk, hogy akár a ti oldalatokon keresztül, akár a még meglévő, egyébként az emberek elbutítására szolgáló oldalakon keresztül, de a kapcsolódási pontokat kell megtalálni azokkal az emberekkel, akikkel majd könnyebben át fogjuk tudni vészeni közösen az előttünk álló nehéz időszakot. De mit gondoltok, mert én azt látom azért, hogy nem csak azokra kell nekünk alapozni, akik már felébredtek, azért szerintem ébreszthető még a társadalomnak egy jelentős része, hiszen hogyha megnézitek, akkor elég sok ismert ember és közösségi ember is most már felismeri ezt a problémát és beszél erről nyíltan, tehát hogyha ők most már ezt merik vállalni, akár a karrierjük, az egzisztenciájuk teljes feladása mellett,
akkor én azt gondolom, hogy azért az átlag társadalom se annyira vak, és közülük is azért most már van egy egyre nagyobb tömeg, akik még hozhatóak a mi oldalunkra, akik még nem teljesen veszett fejszényele. De azokat az embereket kell összeszedni, akik mennek is veled valahova, mert te is elindultál valahova. Mint ahogy te gazdálkodsz, meg te is, meg te is. És én nekem is ott van az önellátó kis házam, ahol áramom van, villanyom van, nem függök senkitől, hogyha 6 hónapig nem jövök ki az udvarból, akkor is jó vagyok. És ha jönnek hozzám, akkor tudok nekik példát mutatni. Tehát ez a gyere velem, én sem megyek sehova, ez már nem működik, erre már nincsen idő. Ezért kell azzal a krémmel elkezdeni dolgozni, és mindenki más jön, az nagyon jó, meg beszéljünk róla, csak én már ebbe fáradtam el. Ezt azért tudom alátámasztani, mert én már több videóban is foglalkoztam gyakorlatilag azzal, hogy az önellátás, önfenntartás felé hogyan lehetne minél több embert terelni. Ugye veled is volt, ami egy ilyen közös videónk. Illetve volt egy olyan videóm is, ahol megpróbáltam azt sugallni az embereknek, hogy például az 55 hektár, ami mi családi gazdálkodóként gazdálkodunk, az nem csak az én családom számára képes megtermelni egészséges élelmiszert, hanem én várnék hasonlóan gondolkodó embereket, de képzeljétek el, hogy még egy ilyen közösségi felhívás is közzétettem, lehet, hogy találkoztatok is vele, itt ott, amott, hogy várom a hasonló gondolkodású embereket. Terv szinten, még talán az elhatározás szintjén is sok ember megrekken, de amikor már valóra kéne váltani, amikor valóban fel kell venni azt a gumicsizmát, amikor valóban a munkafolyamatokba be kell kapcsolódni, akkor képzeljétek el, hogy én teljesen egyedül maradtam, illetve hát ott van az a kislányom és a 3 fiam és a feleségem, tehát mi egy kis közösség vagyunk, de ez az 55 hektár, ez még 55 családnak tudna egészséges élelmiszer biztosítani. Tehát én nem tettem le róla, és én meg fogom valósítani, hogy egy ilyen mintaértékű közösségi gazdálkodást hozzak kalap alá, amit gyönyörűen meg lehet csinálni, és a természet törvényeit teljesen elfogadva, és azokat betartva egy nagyon minőségi életet lehetne biztosítani, már csak annál is inkább, mert hogyha vesszük az adott fizetésünk, nem azt mondom, hogy mindenkinek otthon kell maradni, és lépjen ki teljesen a jelenlegi keréknyomból, és hagyja ott a munkáját, égesse fel maga mögött a hidakat, és adja el a házát, legyen B-terve. De akár egy ilyen közösséghez tartozni úgy is lehet, hogyha mondjuk 50 kilométerre, vagy 100-al odébb lakik, de adott napokon, vagy adott hétvégéken, vagy adott munkafolyamatoknál ő oda tartozik, vagy akár a megtermelt javakat onnan szerzi be, nem pedig mondjuk a multiknak a polcairól, mert egész egyszerűen ezzel erősíteni lehet egymást, tehát gondoljátok el, hogy a függőségi viszony az megszűnne. Tehát milyen jó lenne, hogyha mi egymásra lennénk csak utalva, nem vagyunk utalva a rendszerekre, nem vagyunk utalva a szomszédállamokra, a madárinfluenzára, vagy épp a Covid-idiotizmusra, tehát mi ezektől teljesen függetlenül tudnánk csinálni a saját dolgainkat. És ki tudnánk zárni a világnak ezeket a bizonytalan tényezőit, amik megmérgezik egész egyszerűen a kútvizét ennek az egész elképzelésnek, de hát a szemléletformálás, amit te is mondtál, Zoli, az még borzasztó módon hiányzik az embereknél, tehát én továbbra is azt mondom, hogy keressenek akár téged, akár engem, akár titeket, és próbáljuk meg valahogy ezeket a közösségeket elindítani az útjukon, mert jelen pillanatban én azt hiszem észre, hogy ti létrehoztátok ezt az oldalt mondjuk a virtuális térbe, de a legtöbb ember is a virtuális térben ragadt be még ez az elhatározásával is, pedig most már arra van szükség, hogy két lábbal a földön állva, és valódi munkát beletéve a saját életükbe és ebbe a programba próbálják meg ezt. Ez a pillanat el fog jönni, és akkor viszont ezek a rendszerek, akár tiéd is túl lesz terhelve. Mert amikor az ember rájön arra, most még abban ringatja magát, visszatér, és amit kérdezte, mikor fognak ébredni. Most, hogy abban gondolkodik, ha most nem fűtök 2 lakást, hanem csak ugye 2 szobát, hanem csak a másik 2-t, akkor majd felezzem az energiaköltségemet. Azt nem érti meg, akkor még duplája fogják emelni. Tehát az energiaszektorban lévő érdekeltségek, azok profitot akarnak maximalizálni. De addig fogja emelni, ameddig ő ezzel pénzt tud keresni. Őt nem érdekli, hogy ez hogyan van. És attól kezdve, amikor fázni fog otthon, amikor már egy helyiséget sem fog tudni szinte kifűteni, amikor elmegy a boltba és nem tud élelmiszert venni, amikor megy a benzinkúton, ami már most is van, és akkor akarok tankolni és 5 liter, vagy azt mondja, hogy mit esetlegesen elfogyott, és hallok olyat, aki 5. benzinkúton sem talál üzemanyagot, akkor majd tömegesen fordulnak ebbe az irányba, és akkor az lesz a kérdés, ami ugye neked veszik a ribád, az idő.
túl lesznek terhelve a rendszerek, majd szaladnak százezrek hozzá, hogy adjál megoldást, majd jönnek százezrek a mi hazánkhoz, hogy adjatok megoldást, eddig hol voltatok? Igen. Tehát ébredniük kell, mert nem fogja elbírni az a kevés felébredt ember, azt az iszonyatos embertömeget, azokat a milliókat, akik megoldást keresnek. Szeretnék én is hozzáfűzni annyit, hogy az idő. Sokan nem hisznek abban, hogy lehet változtatni, vagy azt gondolják, hogy nagyon sok idő. Mondok egy példát, én Csongrád megyéből jövök, egy megyei jogú városnak voltam önkormányzati képviselője. 2012-ben, 10 évvel ezelőtt volt egy javaslatom, hogy a városunk termesszen zöldséget, gyümölcsöt, mindent a saját menzákra, a közmunka program keretében. Akkoriban a mi városunkban 960-980 közmunkás dolgozott állami támogatásból. És a 900, majdnem 1000 főből 8 ember foglalkozott ilyen kis kertészet, virágkertészetbe az önkormányzat alkalmazásában. Azt elbírtam érni 2012-ben, hogy 13-ra kicsit megemelték a létszámot, mondjuk 10 pár főre, és kicsit több zöldséget pár hektáron termesztettek. De nagyon fontos, hogy ha azt megfogadják akkor az ötletemet, hogy legyünk önellátóak, akkor most nem függnénk, és olyan, és elmondtam többször sem, ezt több hónapon keresztül próbáltam felvetni, hogy igenis meg lehetne csinálni, és mi lehetnénk az első megyei jogú város, aki ezt el tudná érni, és levezettem azt, hogy a 60 hektárból az 600 emberre tudna munkát adni. Én azt tudom mondani, akik ilyen kis hitűek, hogy úgysem lehet elérni, aztán utána megszavazzák azt, hogy 100 milliárdokat adjunk mondjuk egy akkumulátorgyártó cégnek, vagy egy autóipari összeszerelő üzemnek, azok nem igazán jól látják a dolgokat, hiszen mi egy agrár ország vagyunk, nekünk az a minimum kéne, hogy legyen, hogy a saját lakosságunk számára első osztályú élelmiszer alapanyagot termelünk meg, hiszen nem is értem egyébként, hogy ez hogyan lehetséges, a saját gazdaságunk védelme is ezt kívánná, hogy innen egy krumpli ne gurulhasson ki az országból addig, amíg a most már sajnos 9,5 millióra zsugorodott nemzetünket nem etettük meg első osztályú egészséges élelmiszerrel, és ide egy paradicsom nem gurulhatna be addig, amíg a helyi termelők, a magyar termelők azt nem értékesítették megfelelő a munkájukat. Én úgy gondolom, hogy kellő mértékben elismerő összegért itt az országon belül, de hát most ez nem így van. Tehát mondjuk az osztrákok azok védik így a gazdaságokat, mi nem vagyunk képesek arra, hogy így védjük a gazdaságunkat, és egész egyszerűen fölösleges munkákkal próbáljuk meg ezeket az értékteremtő dolgokat kiszorítani, holott én azt gondolom, hogy egy megyei jogú város is mondjuk önellátóan fenntartó tudna lenni. Meg lehetett volna csinálni, és olyan példát mutattunk van az országnak, világnak, hogy egy mezőváros el tudta volna látni saját magát. És volt saját vágóhidunk, bezárták, saját konzervgyárunk, bezárták. És mind mellett volna kis vágó, és vágópontokat is lehetett volna létrehozni, és elmondtam az országban lévő példákat, a kis falvakban vágópontra igényelték ezt a közmunka program és támogatást, és megcsinálták belőle, és nálunk is lehetett volna mindent. Mert mi városon körül 44 ezer hektár termőföld van. Az ország legnagyobb területű városa vagyunk Budapest után. Közgazdaságilag legnagyobb területtel rendelkezünk. Ebből élne a város. Malmunk volt, mindenünk volt, és lepusztították, elherdálták, de újra lehetett volna építeni. Minden lehetett volna csinálni szépen, lassan, önerőből, és most önellátó városunk lehetne, de nem, sajnos nem. Nem hittek benne, és így nem verték meg csinálni. Svájci életszínvonalon élhetnénk, én mindig ezt szoktam mondani, akkor, hogyha nem elkufárkodják egyesek a szebb jövőt, hanem megvalósítják, hiszen ha csak a mezőgazdaságra és az erre ráépülő könnyű és nehéz iparra alapoztunk volna, akkor most honfitársaink közül nem kéne több mint 1 milliónak külföldi munkavállalóként tengődnie, hanem ebben az országban tudott volna érvényesülni, itt tudott volna a családja eltartásához, fenntartásához, tisztességes béreket keresni és találni is, mert keresni most is keresik az emberek, csak még nem találták meg sajnos itt a kunyhatáron belül, hiszen egészen egyszerűen nem kell nekünk feltalálni a melegvizet, az már volt, az már megvan, csak ezt normálisan kéne tudni hasznosítani. Ez a külföldi tőkés multis történet, ez eleve kudarcra volt ítélve már akkor is, amikor ez a koncepció, vagy ez az ötlet megszületett, és hát ugye mindig el szoktuk mondani, hogy a politika az hogyan csatlakozik. Mi hazánkos képviselők, mi teljesen más stílusban szólunk fel a parlamentbe, mi teljesen más problémákat érintünk, amíg a legtöbb politikai párt
sőt rajtunk kívül az összes politikai párt elfogadta a Covid diktatúrát és behódolt neki, addig mi egyedüli pártként mertük kimondani azt is, hogy ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy centralizálni akarják a világot, mint hogy nem hagynak az embereknek csak egy utat, csak azt az utat, amit ők kijelöltek a számukra. Mi pedig azt mondtuk, hogy ez egy óriási szemfényvesztés és fő próbája valaminek, és hát most ehhez a valamihez érkeztünk el, hiszen az emberek már megszokták, hogy be voltak zárva, már megszokták, hogy már valamiből hiány volt, már megszokták, hogy nem feltétlen az érvényesült, amit ők szerettek volna, és most ezt újra éljük. Csak most éppen energiaválság és élelmiszerválság néven fut ez az egész történet. A háború ugye az itt van a nyakunkon, a keleti szomszédunkban már ropognak a fegyverek, ott már nagyon sok ember nélkülözik, és már átéli azt, amiről mi tenni az asztalnál beszéltünk, és hát ha nagyon nem vigyázunk, akkor látjuk, hogy pár felelőtlen politikusnak köszönhetően egy hajszálnyira vagyunk attól, hogy ez a háború ez kiszélesedjen, és akár egész Európát magával rántsa, hiszen azt is látjuk, hogy ez egy érdek, tehát ez egy világgazdasági érdek, hogy Európát bedöntsék. Mi nem csak a civilizáció atyai vagyunk, úgymond, természetesen nem eltagadva az, hogy Ázsiában is ugye lényeges és nagyon fontos civilizációk voltak, de mégiscsak Európát származtatják, vagy Európából származtatják ezt, hanem mi gazdaságilag is a világ meghatározó szerepére törekedtünk és töltöttük is be egy ideig, de most valahogy úgy néz ki, hogy az egész világ összefogott ellenünk, és hát aki azt gondolja, hogy a keleti szomszédunkban az egy orosz-ukrán háború, ez ugye óriási téved, hiszen ez egy ukrán hadszíntéren folyó Amerika és orosz háború, vagy orosz fél között fennálló háború, vagy ami talán még ennél is pontosabb definíció az az, hogy a még normalitásokat magába foglaló kelet, és a már progresszív és a normalitás teljesen a háta mögött hagyó nyugat háborúja, itt két világ ütközési zónája az, ami most a keleti szomszédunkban van. És hát én mindig elmondom, nagyon érdekes, hogy én szerintem ez már a harmadik világháború, csak ezt már más eszközökkel vívják, nem csak a fegyver dominál, hanem látjuk, hogy itt biológiai hadviselés is folytatnak ellenünk, energiaválság, élelmiszerválság, gazdasági válság, tehát itt minden összefügg mindennel. De milyen nagyon érdekes, hogy az összes világháború valahogy a Kárpát-medence közvetlen szomszédságából indult ki. Tehát azért jó nagy hely ez a világ, de mi valahogy mindig itt vagyunk a sűrűjébe, hiszen az első, az ugye tudjuk, hogy a déli végekről indult, tudjuk, hogy a második az a nyugati szomszédunkból indult ki ugye Ausztria bekebelezésével, és most itt van a harmadik, amit szerintem már egyébként javában élünk, az pedig a keleti szomszédunkban tör ki. És hát abból kiindulva, hogy minden eddigi nagy világégésnek az abszolút vesztes kategóriájához tartoztunk, én csak remélni tudom, hogy a harmadiknak nem mi leszünk a legvesztesebbjei, és mi valahogy megpróbáljuk ezt átvészelni. De hát amit itt most felvázoltunk ezekbe a mondatokba és az éppen zajló beszélgetésbe problémák, azok én azt gondolom, hogy világszinten tapasztalhatók, tehát ez most nem csak a Kárpát-medencére, nem csak Európára, hanem az egész világra kiterjedten igazak, annyi különbséggel, hogy más kontinenseken még teljesen más az élethez, teljesen más a természethez való hozzáállások az embereknek, tehát egy Ázsia vagy egy Afrika lényegesen kevesebb sínlődéssel fogja megúszni ezt az egészet, és minél inkább fejlett egy társadalom, már hogy a mai szóhasználat szerint, mert én szerintem nem fejlettek vagyunk, hanem mi visszafejlődtünk sajnos egy bizonyos fejlettségi szintről, tehát a mai értelemben minél fejlettebb egy társadalom, annál inkább az áldozati szerep jut számára. Ezt látjuk, hiszen Nyugat-Európa az lassan kezd elveszni, tehát a önvédelmi reflexétől kezdve a gazdasági dominanciájáig minden hanyatlik, és megpróbálják mesterségesen életbe tartani, de már egyre kevésbé megy. Tehát hogyha nem fogunk tudni ezen változtatni, akkor ez magával fog minket is sodorni, és ez be fogja dönteni úgymond azt a megszokott világot, amit mi élünk. Úgyhogy hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, köszönöm szépen, hogy rendkívül értékes, magas gondolataitokat megosztottátok a nézőkkel. A nézőket pedig arra kérjük, hogy ez ne csak egy
ilyen 8 szem közt történő beszélgetés maradjon, próbálják terjeszteni, hogyha önöknek is szimpatikus volt, hiszen mi csak úgy tudunk eljutni az emberekhez, hogyha ebbe önök is segítenek nekünk. Látjuk, hogy ezek a közösségi felületek egyszerűen ignorálnak minket, letiltanak minket. Látjuk, hogy a televízióból teljesen más ömlik az emberekre, nem ezek a lényegi dolgok. Ezek el vannak hallgatva, és ezek ilyen tabu témaként vannak kezelve, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenkihez eljussanak, és itt az ideje az ébredésnek, és itt az ideje annak, hogy egy szemléletet váltsunk, egy módszertant váltsunk, mert így csak biztos vesztésre vagyunk ítélve. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk.